Kérdésedik, akkor folytathatjuk egyébként. Köszönöm szépen! Akkor... pedagógiai szívek. Átadom a szót a második előadónak, és nem szvátom. Köszönjük szépen! Na, sziasztok! Na, a cím, amit választottam ennek a hát valaminek, amit itt csinálni fogok, az az, hogy a HTML-en innen és a Word-ön túl. Aztán majd remélem az is vélem, hogy miért ezt a címet adtam neki. Pont ma néztem egyébként egy előadó, hogy mi egy ilyen YouTube videót arról, hogy olyan tartsunk jó prezentációt, és azzal kezdett, hogy mivel ne kezd? Szóval, mivel most már hallottam, hogy 30 percem van, nem kérdezem meg, hogy mennyi időm van. Jó, nem mindenki ismer, úgyhogy azzal kezdeném, hogy egy pár dolog, hogy én ki vagyok. Amúgy az egyetemen az IK-n dolgozom, meg PhD hallgató vagyok. Én projektekben frontend, tehát JavaScript fejlesztőként is tevékenykedem. Amúgy ilyen aspiring dungeon master, tehát szeretek D&D-zni, meg dolgok. Szeretem az internet, az open source, meg amúgy így a GitHub-on csinálok is ilyen open source dolgokat, de ezekről egyébként lesz majd szó. A egész ilyen webes technológiához, meg az ilyen programozáshoz való hozzáállásomat sajnos nincs itt, de ez egy megemlített sztornak köszönhetem, aki egy gyönyörű mémben testesítette meg azt, hogy én hogyan állok hozzá ez az egészhez. Jó, tehát, hogy ami ebből kiderül, hogy a HTML-t nem tartom programozási nyelvnek. Uring, teljes! A JavaScript-et meg szeretem. Jó, én ezt köszönöm Tornak, hogy ezt Andó megalkotta ezt a képet rólam. Őszinte szóval már fogalmam sincs, hogy hol készült a kép, de szerintem zseniális. Jó, tehát alapvetően webben HTML, CSS, JavaScript, illetve az ezzel kapcsolatos dolgokkal szoktam elsődlegesen foglalkozni. Doktori témám is ezekhez kapcsolódik, úgyhogy nagyjából dióhéjban ennyit kell rólam tudni. Na, mi van a Word-en innen? Microsoft Word az nagyjából mindenkinek megvan, azért annyira hardcore Linuxosok nincs, akik nem hallottak. Microsoft Word-ről. Jó, tehát valószínűleg mindenkinek ismerős az a koncepció, hogy van a Word, és akkor abban csinálni kell valamit, mondjuk valami ilyesmit, hogy dokumentáció, fejlesztői, remélem nem marad benne, hogy kié, fejlesztői dokumentáció, programozási alapismeretek tárgy, specifikáció, hasonló. Ez a mondat szerintem mindenkinek a számítógépen szerepel legalább egy példányban, hogy IBM PC exekutatására alkalmas, operációs rendszer, stb. A Windows 7 az lehet, az a régebbieknek nem biztos, hogy Windows 7 volt. Windows XP, Windows 98, Windows 90, stb. MS-DOS. Jó, tehát hogy mindenkinek megvan az az élménye, hogy valamilyen technikai dolgot kell csinálni Microsoft Word-ben. És ezt mindenki tökre szerette, mert annyira könnyű ezt megcsinálni ebben az egészben. Például nekem a személyes kedvencem az ez. Ups, benne maradsz, hogy ki ilyen. Rip. Jó, tehát hogy amikor forráskódot kell belerakni egy Word docsiba, általában erre a megoldás kettő darab van, vagy fogod a fejlesztőkörnyezetet, és kikopi-pészteled, és akkor a jó esetben áthozza a fejlesztőkörnyezetből a formázás, hogyha az valamilyen olyan rendering engine-t használ, amiből át lehet hozni Word-be a formázást, vagy elkezded egyesével syntax highlight-olni az egyes szavakat. Prince Kirill a fejlesztőkörnyezet. Igen, ez is megoldás szokott lenni. És valamiért ezt a problémát a tech világ meg tudja oldani, a világ több része meg nem. Mert a tech világban vannak erre eszközök, hogy syntax highlighting, mert a fejlesztő környezetben is ott van kiemelve az rovat syntax is. Amikor legutóbb utána néztem, akkor elvileg létezett valamilyen telepíthető modul a Microsoft Word-höz, ami elvileg tudott kódot syntax highlightolni, de azt is csak valamilyen objektumként lehetett beszúrni, amiben valami nem tudom milyen makro futott a háttérben, ami vagy három programozási nyelvre működött,
PowerShell-re, Basic-re, meg C-Sharp-re, vagy valami ilyesmi. Jó, tehát hogy vannak ilyen problémák ezekkel a dokumentum készítéses dolgokkal, amik ilyen tök nehezen megoldhatóak, pedig gyakran előjövő téma mondjuk a mi területünkön, informatika, programozó, stb. Éppen ezért szerintem, ki az, aki már dolgozik valahol programozóként, vagy valami hasonló? Nem vettek föl. Nem. Igen. Mókus, az nem szállt. A programozó, vagy ilyesminél. Jó. Tehát azért mondjuk egy ilyen céges környezetben Word-ben leírt technikai dokumentáció vagy specifikáció, javíts, de szerintem nem nagyon. De van az állami szervektől non-stop így van. Jó, oké. Okay. Céges környezetben. Jó, tehát hogy picit ezt szeretném boncolgatni, hogy mi van a Word-ön túl, hogy hogyan lehet ezen a szinten túllépni, hogy ismeri ezt a szoftvercsomagot mindenki, mert ezt tanult az iskolában, de vannak dolgok, amikor tökéletesen alkalmatlan. Jó, tehát erről szeretnék egy picit beszélni. És akkor a kérdés az, hogy mi van a Word-on túl, tehát mik az alternatívák. Volt ez a régi gondolat, hogy csináljunk egy olyan szöveges formátumot, amivel bármit is lehet írni, egy ilyen szöveges dokumentum. Ez volt a LaTeX. Matematikus találta ki, matekra tökéletesen zseniálisan jó, és annyira elterjedt, hogy a tudományos világnak a mai napig a de facto formátuma a Microsoft Word mellett. Borzasztó egyébként, amikor van valamilyen tudományos rendezvény, ahol csak Microsoft Office Word formátumban lehet bármit is beadni, és akkor lehet színni az előbb említett problémákkal. De a lényeg az, hogy volt a LaTeX, ami meg az volt a gondolata, hogy legyen az egész az egy plain text file, és abban én le tudjak írni mindent, amit akarok, formázástól kezdve minden ilyen dolgot. Kérdés, ki az, aki nem látott még LaTeX kódot így? Nagyon jó, ki lehet borítani embereket. Jó, akkor mutatom nektek ilyet, hogy LaTeX kód. Ezt kikapcsoljuk, azt is kikapcsoljuk, és akkor átdobjuk. Na szóval, én néz ki egy LaTeX kód. Ez egyébként az előbb látott dokumentációnak a LaTeX kódja, csak hogy Jó, tehát hogy összehasonlítható legyen. Ha megnéztek, akkor azért a szöveg fölismerhető benne, tehát az úgy tényleg ott van. Kicsit beleolvasgatva, mondjuk azt, hogy hyper target, annak is lehet valami jelentősége, hogy az is talán még nagyjából értelmezhető, ilyen subsection, label. Hát ezért valahol értelmes ilyen tokenek vannak benne. Azért is szabad szemmel elég nehezen olvasható. Tehát, hogyha megkérdezném azt, hogy ez itt micsoda, akkor nem biztos, hogy mindenki meg tudná mondani, hogy ez vajon minek a LaTeX kódja. Egyébként a táblázatnak, ami benne van, a melyik fájlban mi található. De tehát például ilyen táblázatnak a leírása, az így baromi nehezen olvasható. Miért jó mégis akkor az, hogy van LaTeX? Azért meg tényleg mindent meg lehet benne csinálni. Tehát, hogy a világon mindent, amit elképzelni lehet, rengeteg modul van hozzá, évtizedek óta készülnek hozzá különböző sablonok, modulok, minden. És ha van egy jó sablonot hozzá, akkor abban tényleg csak a szöveget kell bepötyögni. Tehát az zseniális. Tehát komoly folyóiratok, mondjuk Nature-re vagy valami hasonló komoly folyóirat, a Science felmentek, akkor ott van, hogy ez a sablon, neked csak a szöveget kell belepötyögni ahhoz, hogy meglegyen az a content, amit te szeretnél. Van egy nagyon jó LaTeX sablon az RTX-es szakdolgozathoz például. Tényleg? Én arra... Cserét csinált egyet. Tényleg? Igen, publikusan elérhető. Ezt nem tudtam. Akkor egy korábbi rendemet, nem hallottad, hogy egy korábbi rendemet visszavonom, amikor én külföldön tanultam Erasmuson. Külföldön mindenre volt LaTeX sablon, és én hazajöttem, és megkérdeztem, hogy az LTE-n miért nincs. Nem hivatalosan LTE-s, de nem zár, csak... Tehát például én tanultam külföldön Vilniuszi Egyetem Litvániában, tehát hogy még nem is az, hogy valami nagy MIT, Harvard, vagy valamilyen technikai, nem is volt technikai egyetem, de ott egy kis beadandónak a dokumentációját is csak akkor fogadták el, ha az egyetem hivatalos LaTeX sablonjával készült.
Nem volt más, tehát azt kellett használni, és tényleg, hogyha megvan a sablon, akkor csak belepötyögöd a szöveget, és kész van, tehát teljesen jól működik. Sőt, még akár azt is tudja, hogy syntax highlightot csinál, itt most egy kicsit bénán van ez megcsinálva, itt kézzel van tokenizálva, mert ezt nem én írtam, ezt a LaTeX fájlt, nem generáltam, és a generálásán kézzel tokenizálta a forráskódot, de van egyébként ilyen beépülő modul a LaTeX-ba, hogy azt mondod, hogy ez forráskód, és akkor azt húzzon rá valami syntax highlightot. És akkor van neki egy saját syntax highlight formátuma, ami hogyha ismeri azt a programozási nyelvet, akkor ezt ráhúzza, ha nem. Szórakoztam egy időben ilyennel is, ugye webes technológia, TypeScript-hez nem létezett egyszerűen szintaxis kiemelés LaTeX-ban, meg lehetett csinálni viszonylag egyszerűen, hogy létezzen hozzá. Jó, tehát ez már egy ilyen előrelépés volt, egy technikai jellegű megközelítése ennek a dokumentum szerkesztés témakörnek, mert ez tényleg, tehát egy Notepad-ben meg lehet csinálni, aztán egy megfelelő konvertáló eszközzel bármivé, PDF-é, általában PDF-é szokták a LaTeX fájlokat kigenerálni, de hogy ez így működik, és ez nagyon-nagyon-nagyon régóta működik. Jó, van ez a világ, hogy LaTeX. Ezt követte az a világ, és valakinek ebből megvan, hogy ez micsoda? Bucsi mókus, rátok nézek. Igen, nem akarom végig gondolni, ahonnan jött, az a weblapnak a címe, ahonnan az egész indult, Daring Fireball. Ez John Grubernek a weblapja, aki kitalálta a 2000-es évek elején, hogy lehetne ezt egyszerűbben is. Ezt úgy nevezte el, hogy Markdown. Innen indult az egész, és hát erről fogok most sokat beszélni, mert nekem ez egy ilyen nagy szerelem a Markdown, mint formátum, és mindent lehet vele csinálni. Röviden, hogy mi ez? Belezoomolunk, ha tudok, nem tudok. Jó. Tehát alapvetően innen indult, hogy legyen ez textú HTML. Itt van a HTML-en innen rész, hogy a modern megközelítés az az, hogy a HTML az egy olyan leíró nyelv, ami megint csak mindent is tud, és mindenki is ismeri. Tehát egy jó célformátum arra, hogy bármilyen outputot szépen generáljunk. Tehát csinált egy olyan nyelvet, amire azt mondta, hogy van neki három alapelve. Az egyik az, hogy legyen rohadt könnyű írni benne. A másik az, hogy HTML legyen az outputja. A harmadik pedig az, hogy a forráskód legalább annyira jól olvasható legyen, mint a kimenet HTML megjelenítve. Tehát ez volt az alapgondolat, hogy egy olyan nyelv kéne, aminek a forráskódja is tartalmaz mindent, és ugyanolyan jól olvasható. Látjátok, hogy a specifikáció az megállt az 1.0.1-es változatnál 2004-ben, tehát ez nem egy olyan annyira up-to-date dolog. Mégis egy ilyen nagyon nagy húzószó a mai webes, meg egyébként nem csak webes világban az, hogy Markdown. Az egész egyébként onnan indult, hogy ő írt egy Perl scriptet, hogy kitalálta a szintaxist, írt hozzá egy Perl scriptet, és azt mondta, jó, kész. Kész a Markdown, megcsináltam a saját implementációmat. Egyébként, hogy van? Elvileg... Nem. Nye. Igen, itt van, index.txt. Jó, tehát valahogy így néz ki a dolog. Ez az előbb látott oldalnak a Markdown forráskódja, és hát tényleg ott van download, ott van szövegek, tehát önmagában is egy teljesen jól olvasható formátum. Az alapja egyébként az ilyen korai e-mailezésnek a formátum volt, ott voltak ilyen bevett szokások, hogy mit tudom én, az idézet az a kis kacsacsőr, meg hasonlók, és akkor ezt a formátumot vette át, és ebből csinált egy ilyen leíró nyelvet. Jó, tehát mondjuk egy felsorolás, az úgy néz ki benne, hogy 1, 2, 3, 4, még mondjuk LaTeX-ben backslash, azt sem tudom már, hogy micsoda, list item, valami hasonló dolgok vannak. Tehát egy ilyen nagyon jól olvasható formátumot csinált, amit nagyon-nagyon könnyű írni is. És egyébként a másik jellemzője, hogy lehet bele HTML-t írni. Tehát ha valami esetleg nincsen benne, akkor lehet bele nyugodtan HTML-t
pakolni. Jó, tehát van ez a Markdown nevű nyelv, nagyon-nagyon-nagyon népszerű, nagyon sok mindent tud, viszont nagyon sok mindent nem, és az emberek többségének ez a legnagyobb baj vele, hogy nagyon limitált az, hogy mit tud. A másik nagyon nagy probléma az volt vele, hogy ezt a csávó kitalálta, leírta, hogy köböl, hogy ezt tudja, és úgy hagyta. Ennek ellenére nagyon elterjedt, talán az elterjedésének a legnagyobb úttörője az a GitHub volt, aki azt mondta, hogy jó, ez lesz a de facto nyelv, amin a dokumentációkat a mi oldalunkon meg lehet jeleníteni, és akkor ez tényleg ki az, aki tudja azt, hogy milyen nyelven lehet még dokumentációt írni, meg readme fájlokat a GitHubon? Mert hogy nem csak Markdownban lehet. Jó, fun fact, ASCII-dokban és restructured textben is lehet dokumentációt írni. Senki nem használja, mert mindenki Markdown használ, de nem kizárólagos. Ennek ellenére ez okozta Markdownnak a nagy elterjedését, és a GitHub is kitalálta azt, hogy hát ez így kevés, ezt ki kéne bővíteni, és belerakta a saját kis szintaktikai elemeit, amivel kibővítette a nyelvet. Jó, tehát következő lépés az John Gruber volt a Daring Fireball-al, meg a kis Markdown-jával. Egyébként később kiderült a csávóról, hogy egy elég nagy fej, már bocsánat a kifejezésért, mert amikor már elterjedté vált a Markdown, akkor kezdett el pampogni, hogy de ez az ő intellectual property-e, ezt a nevet senki nem használhatja, mert ez az ő copyright-ja, és a többi, és a többi, és a többi. Volt ebből egyébként egy nagyon nagy vita, amikor ez a következő iteráció történt, ki tudja, ez minek a logója? Mert nem a Markdown-é. Sokan azt hiszik, hogy ez a Markdown-nak a logója, de nem. Ez egy Markdown-nak a tovább gondolásának, igazából egy Markdown dialektusnak, a Common Mark-nak a logója. Különböző ilyen egyetemről, meg webes cégektől összeállt egy csapat, akik azt mondták, hogy jó lenne ebből egy szabványt csinálni. És eredetileg Standard Markdown-nak akarták hívni, és akkor jött John Gruber, hogy de nem, mert a Markdown az az én nevem, és azt nem használhatjátok, és hogy képzelitek. Ezért lett később Common Mark a neve. A lényeg az, hogy ők ezt tényleges specifikációval pontosan leírták, hogy a nyelv mit tud, belerakták a leggyakrabban használatos kiegészítéseket is, hogy azért már kényelmesen lehessen használni, és mára eljutott oda a világ, hogy tényleg ezt tekintik a de facto Markdown-nak, nem pedig a John Gruber féle eredetit, és ebből dolgozik tovább mindenki. Ki az a mindenki? Itt egy ilyen rövid lista arról, hogy milyen változatai vannak a Markdown-nak. Kvázi mindenkinek voltak speciális igényei, és ezért mindenki megcsinálta a saját Markdown változatát. Ugye indult onnan, hogy GFM, ez a GitHub Flavored Markdown, ezt nagyon sok helyen lehet látni. Aztán jött Multi Markdown, Markdown Extra, amiket ugye nem lehetne így hívni, mert benne van, hogy Markdown. És rengeteg más dialektus jött. Aztán jöttek különböző szoftverek, akik elkezdtek saját, tehát ahhoz az egy szoftverhez külön Markdown dialektusokat csinálni, tehát talán mondjuk a Trello-nak a neve az ismerős lehet. Nekik van egy saját Markdown dialektusuk, mert nekik szükség volt arra, hogy mondjuk egy kártyát be lehessen hivatkozni, egy Trello kártyát be lehessen hivatkozni Markdownban, és ezért kibővítették a Markdown-t azzal, hogy Trello kártyákat is lehessen benne hivatkozni. Vagy például a Ghost Markdown, az talán még egy híresebb, a Ghost az egy online blogging környezet, neki is van egy saját változata erre az egészre. És egyébként ez is lett a trend, hogy van a Common Mark, az tud valamit, és bővíts ki, hogyha valami hiányzik belőle, és így fejlődött tovább a nyelv. Nagyon jó dolgokat lehet vele csinálni. Miket? Például, amire a leggyakrabban használják, az a blogolás. Tehát ott van a kis keretrendszer, és te a író vagy blogszerző, mint medium.com-on, te csak Markdownban bepötyögöd szépen a mondandódat, kell tudnod hozzá kemény 5 vagy 6 darab szintaktikai elemet, tehát hogy viszonylag, vannak ilyenek, hogy tanulj meg Markdownból 30 másodpercben, meg hasonló ilyen tutoriálok, tehát tényleg iszonyatosan gyorsan megtanulhatod, nem kell hozzá semmilyen technikai skill. Ezért a blogoknál nagyon-nagyon népszerű lehet, mert jól olvasható, jól szerkeszthető, stb. És egy egész iparág ráépült egyébként erre, hogy Markdown-nal blogoljunk. És ennek egy, hát, hogy mondjam, egy nagyon jó fokmérője az,
hogy mennyi lehetőség van arra, hogy az ember Markdownban blogoljon. Van egy ilyen oldal, statikgen.com, ez megpróbálja összeszedni azokat a keretrendszereket, oldalakat, szolgáltatásokat, amik segítségével ilyet lehet csinálni. Na most, ez a lista, ez valahogy így néz ki. Jó, tehát népszerű a technológia, elég sokan használják. Ebből mondjuk, ami tényleg világszinten releváns, mondjuk az első, most nézem, hogy mondjuk az első 9-10. Tehát, hogy megnézitek, itt vannak ilyen statisztikák, hogy GitHubon például hány csillagja van az egyes ilyen rendszereknek. Nem olyan régen egyébként, mint a Jekyll meg a Hugo vezetett, a Next.js az nagyon jön fel. Jó, tehát rengeteg ilyen platform van, ahol ezeket lehet használni. Például, majd igyekszem demozni is, például maga a GitHub is ugye egy ilyen rendszert használ, ők Jekyllt használják. Egyébként én az agyamat eldobom tőle annyira rossz, mert Rubyban van megírva, és ha valamit kell hozzá csinálni, akkor Ruby kódba kell belenyúlni, és ez valami egészen undorító az én nézőszögömből, soha életemben nem rubiztam. Viszont a lényeg az, hogy vannak ilyen rendszerek, ezek az úgynevezett viszonylag, ezek a static site generátorok, ez itt nem látszik, de oda van írva egyébként. Aminek az a lényege, hogy vannak a Markdown fájljaid, azt mondod neked egy build, és csinál belőle neked egy weboldalt. Jó? És rengeteg ilyen van, nagyon kényelmes sokszor őket használni, sokszor meg nagyon pain in the ass. Majd mesélek ezzel kapcsolatban is egy történetet, hogy nekünk hol volt az egyetemen nagyon pain in the ass, pont a Jekyllt használni. De rengeteg ilyen van. Itt vagyok. Na, ezt akarom lerakni a tárcára. Jó, tehát lehet blogolásra használni, és ez a talán a legnépszerűbb felhasználási területe ennek az egésznek. Illetve, ami mostanában nagyon-nagyon elterjedt, az, hogy tényleg szoftvereknek a dokumentációját ebben írják. Ennek az oka szerintem az, hogy ennél egyszerűbben syntax highlightolni bármilyen kódot nem lehet. Erre mutatok példát, hogy hogy néz ki ez az egész. Egy open source projekt, Blueprint.js, így néz ki a dokumentációja. Ez az egész Markdownban van írva. Jó? Van körülötte egy kis keretrendszer, ami ezt az egész könyvjelzet, vagy mi ez az ilyen navigációt megcsinálja, de hogy ez mennyire Markdownban van írva, rá tudok menni, hogy edit, és itt van a forráskódja Markdownban. Szintaxis kiemelés, ugye itt van a kód, annyi, hogy előírom azt, hogy ez TSX nyelven legyen szíves szintax kiemelés, és akkor ez így működik. Jó, nagyon-nagyon egyszerű benne írni, és nagyon-nagyon gyorsan lehet vele dolgozni, és sok fejfájástól megkímél. Próbálok erre is mutatni néhány példát. Itt az elején példáloztam ezzel. Gyertekben, hogyan néz ki ez a valami. Mindjárt elővadászom. Hol van ez? Itt van, nem ez. Túl sok minden van megnyitva. A VS kód. Ja nem, jó helyen vagyok, csak a másik VS kód. Dokumentációt van be. Jó, ez így néz ki Markdownban. Ha jól tudom, egyébként most már van egy-két tárgy, ahol az egyetemen is mondják, meg lehet Markdownt használni, meg lateket egyébként dokumentációra, írásra, de hogy ténylegesen ennyi az egésznek a megírása, maga a forráskód az így van beillesztve, annyi, hogy az elejére odaírtam azt, hogy amúgy ez CPT-ben van, és akkor kész, szintaxis kiemeléssel mindennel. Én az elmúlt időben nagyjából mindent, amit lehet Markdownba írok, pont ezért már nagyon-nagyon kényelmes vele dolgozni. Jó, tehát lehet benne, lehet benne blogolni, lehet benne weboldalakat csinálni, lehet benne akár prezentációt is csinálni. Például, ha megtalálom. Na, én ezt akartam.
például ezt a prezentációt, meg lehet csinálni Márgánban. Jó, az esvégeket nem akartam a képeket letölteni hozzá, meg átizelni, úgyhogy esvégében vannak benne a képek. De ez is egy arra vonatkozóan egy nagyon jó mutató, hogy nagyon mennyire könnyű benne új dolgokat belerakni, most szükségem volt egy esvégére, háttérben beleraktam egy esvégé képet. Jó, tehát ugye így néz ki ennek az egész prezentációnak a leírása. Három vonal elválasztással vannak a szlájdok, és ennyit kell kb. Tudni. És amúgy meg csak beleírom szövegesen a kontentet, felsorolás listákat, simán kis gondolatjelekkel csinálok. Ja, igen, aki valaki, ha járt már hozzám valamilyen órára, szereti, tudja, hogy én szeretek forráskódba emojikat írni, tehát mert lehet, igen. Igyekszem minden órai kódomba, ami olyan környezetben van, ami támogatja, valamilyen emojit belerakni. Sem se a CPP nem támogatja, úgyhogy nálatok még nem tudtam sárkány emojis forrás. Kettőt se láttam, nem kettőt se láttam. De nálatok nem csináltam, az összes csoportomban csináltam szerintem. Légy szíves, nézd ki GitHubról, hogy na, ha nem volt, akkor mindenképpen javítok ezen. Jó, tehát iszonyatosan kényelmes használni. Vannak olyan, tehát például a mi tárgyunk, webprogramozás, annak a szlájdjai is ebben készülnek. Meg például a tárgyi honlapunk is, ez is Markdownban van megírva. Tehát, hogyha jön most itt egy tárgyi tárnak az oldalára följövök, akkor ez az egész Markdownban van megírva, a prezentációk, amik vannak, azok mind Markdownban vannak megírva. Tehát nagyon-nagyon dinamikus az, hogy mi mindenre lehet ezt az egészet használni. Akit egyébként érdekel, a forráskódja fönn van GitHubon. GitHub.com/LTFI/www/webprogramozás. Itt van a teljes forráskódja ennek a honlapnak. És Markdownban, tehát itt van az összes tantárgynak a leírása Markdownban. Jó, azért álltunk át erre a módszerre, mert sokkal egyszerűbb ezt editálni, sokkal könnyebb együttműködni benne, mert tényleg plain text fájlokat kell írogatni, még mondjuk egy Word dokumentumban a korrektúra, ki az, aki érezte már, hogy a korrektúra ellene dolgozik Word dokumentumban. Most egy plain text file-al berakod egy git repo-ba, látod az editeket, látod a diffeket, látod, hogy mi változott, mikor változott, ki változtatta. Hát erre van egy, tehát a fejlesztőknek megvan erre egy nagyon jó infrastruktúrája, ami tök jól működik az ilyen egyszerű szöveges dokumentumokkal. Tehát például a prezentáció készítésre is tök jól lehet használni, lehet benne akármilyen dokumentumot megcsinálni, tehát például ugye itt az előbb szerepelt a kis dokumentációja ennek a feladatnak, vagy például, ja, említettem, lárok két gordkapát. Én például szeretek D&D-zni, vannak házi szabályaim, itt vannak a kis D&D házi szabályok, és hogyha én ezt az egészet szeretném a játékosainak kiadni, akkor kiadhatom így is, mert tök jól olvasható maga a Markdown file is. Itt van. Na, nem ezt akartam. Meg akarom mutatni, miket lehet még ezzel csinálni. Azt mondom, hogy generáljunk belőle egy oldalt. Ja nem, bemegyek a demo.02DND mappába, és akkor szeretnék ebből az egészből valami HTML-t előállítani. Extramark DND-ből, és egy DND.html-t szeretnék belőle csinálni. Nagyon jó. Ezt fogom. Anyám. Jó. Nyitok egy másik böngészőt, és akkor lehet, hogy egyszerűen. Anyád. Mindjárt jó lesz, tényleg. Jó, és akkor itt van a HTML-ben ez az egész, tök jól olvasható, akit érdekel, megosztom vele szívesen a házi szabályaimat. És ami ebben az egészben még duplán jó, hogy a formázásához nem kell meg külön témát izért írnom, CSS-sel formázható. Tehát jelen esetben tudom azt mondani,
hogy én erre csak rá akarok húzni egy CSS-t. Remélem, sikerül. Igen, a... Jó, én ezt a CSS-t akarom erre az egészre ráhúzni. És akkor nice. Ki lehet adni a játékosoknak, hogy tessék, house rule. Jó, tehát a nagyon nagy előnye a CSS, igen. Jó, aki egyébként ilyen magicet akar csinálni, köszönet Bucsinak, hogy megmutatta nekem a homebrewerit. Van egy ilyen weboldal, hogy homebrewery, ami pont ezt tudja, hogy Markdownban megírod a kis contentedet, és akkor ilyen D&D-sít ír, tehát ha valakit ez érdekel, akkor javaslom a homebrewerit. Én azt most leimplementáltam egy saját CSS-ben, hogy tudjam parancsolva a helyben is mutatni, hogy működik, de nagyjából ez a lényeg. Mivel HTML az output, ezért bármilyen CSS-t rá lehet húzni, és HTML-ből meg már bármit lehet csinálni. Tehát, hogyha most visszajövök ide, ugye itt van ez most egy weboldal, de hogyha én ebből akarok egy PDF-et csinálni, akkor hát a tanszéki nyomtatóra most nem küldöm rá. De akkor azt mondom, hogy tessék PDF, leszedem róla a margókat, és boom, tessék, itt van a kis house rule page, amit PDF-ben elküldök. Egyébként még több formátummal lehet dolgozni, mert van egy ilyen nagyon jó kis eszköz, amit úgy hívnak, hogy pandok, ami több tucatnyi ilyen szöveges formátum között tud konvertálni, tehát PDF-ből, Markdownba, abból Restructured Textbe, abból HTML-be, abból Word Docs-iba, abból Open Docs-iba, stb. Tehát nagyon jó kis eszköz, javaslom mindenkinek, hogy nézzen utána a pandoknak. Pandok. Nagyon jó, van egy ilyen kis ábra, hogy miből mire konvertál, valahol itt, igen. Mindenből mindenben. Azt szokták mondani, hogy a dokumentum konverzió svájci bicskája, és ez tényleg így van. Úgyhogy ha bármiből bármibe kell valaha konvertálnatok, ami szöveges dokumentum, akkor pandok. Jó, és akkor még egy dolgot akartam megmutatni így a végére. Az meg, hogy még tovább lehet ezt az egészet vinni, most ez egy egyoldalas valami. Ez akár egy könyvet is össze lehet rakni. Nekünk például a webprogramozásnál a kis tananyagunk, ez is Markdownban van írva, ez ugye egy weblap, így ilyen formában, de ennek létezik, és ez tényleg egy CSS, meg ennek, sőt, nem is így mutatom meg. Hogyan lesz ebből könyv? Kicsit dolgoznia kell, 76 oldala előnézetet kell generálnia, de a lényeg az, hogy itt a könyvünk, amit csináltunk ebből, mert megfelelő CSS-sel ennyi az egész. Vannak erre egyébként professzionálisabb eszközök is, csak néhány ezer, kötőjel tízezer dollárba kerül a megvételük. De tehát ezt én egyedül raktam össze egy egyetemi kis projekt keretében, tehát meg lehet ezt csinálni házilag is. Nem kell hozzá kiadni ezeket a pénzeket, tehát hogy gyönyörűen lehet ezekkel. Wow, ez miért nincs fent? Mindegy, régen fönn volt itt az a... Jó, tehát nagyon sok mindent meg lehet csinálni Markdown-nal. Én nagyon meleg szívvel ajánlom mindenkinek, aki nem ismerte, hogy próbálja ki. Főleg az egyetemi beadandók, dokumentációk, egyenek írásánál lehet nagyon sok időt és energiát majd spórolni. Mert tényleg megírod a kódot. Egyébként, ha valaki Visual Studio kódot ismeri és használja, nem ezt akartam, hol egy Visual Studio kód? Akkor, ha nyitok benne egy új Markdown, wow, Markdown dokumentumot, tehát azt mondom valamire, hogy ez legyen Markdown, és azt mondom, hogy sziasztok, akkor a Visual Studio Code alapból tudja azt, hogy mondjuk Open Preview, és akkor rendeli nektek Markdownban. Ki is tudja nyomtatni, tud belőle a HTML-t generálni, tehát hogy ez egy nagyon jó eszköz, hogyha valaki ezzel akar kezdeni dolgozni, és akkor elegánsan fejezzem be. Ja, saját projektekről arra majd még mondok egy szót, de elegánsan akarom befejezni, úgyhogy... Jó, ezt elmentem.
szörök a böngészőbe. Jó, van három saját projektem, az valakit érdekel, mind a három markdownos projekt. Én szabadidőmben ezzel cseszem el az időmet, amellett, hogy szerepjátékozok, hogy markdownos projekt, open source projekteken dolgozok. A Gumdrop az a keretrendszer, ami a webprogramozás honlapot működteti, az NDSS az egy CSS generátor Markdownhoz, amivel például ilyen jó kis D&D-s CSS-eket lehet csinálni. Az ExtraMark meg, mivel mindenkinek kell ilyen saját Markdown dialektusom, az én saját Markdown dialektusom. Van mögött a Science, mert úgy raktam össze, hogy lehető legkompatibilisebb legyen az összes többivel. De a lényeg az, hogy... Igen. Jó, tehát ezt hagyom itt a végére, ha valakit érdekelnek ezek a dolgok, akkor GitHubon meg lehet erre a három dologra rákeresni, GitHubon akkor mind a hármat megtaláljátok. Ezek az én open source-os Markdown projektjeim. És hajrá, írjatok mindent Markdownban. Mindent is. Igen. Nekem életcélom az, hogy én most a PhD-met csinálom, hogy a PhD dolgozatomat Markdownban írjam meg. És szerintem az első leszek vele a világon. Van egyébként egy változatom Markdownnak, Scholarly Markdown a neve, ami kifejezetten tudományos cikkek írására fejlesztett Markdown dialektus. Úgyhogy annyira nem bonyolult, de szeretném majd Markdownban írni a doktori disszertációmat. Remélem elfogadják. Ha már ezt is nyomtatva kell beadni, akkor mindegy. Jó, akkor mindegy. Jó. Na, köszönöm szépen. Nem tudom, mennyit beszéltem sokat. De... A CSS szívesen megosztom a DND-s dokumentumokat. Hát, hogyha ezen kívül nincs senkinek, akkor szintén egy negyedórás szünet, ami szerintem egészen nagyjából. És akkor talán folytatjuk a harmadik előadáson. Kinek a gépnál az a megmondása?